Sziasztok! Én Patrik vagyok, és a mai videóban a Legend, nem tudom már hány öreg eset fogom mondani, de azt nem a videóban átdolgogjátok. A mai videóban a Citizens 2-es Legend fogjuk nektek bemutatni, és nem is összedobok egy kis házat. Ez a Legend, gyorsan el is mondom, hogy miben jó, mire jó. Hát nos, ez a Legend arra, hogyha valamit megépítesz, akkor azt lemásolja neked most még nem érkeztem úgy elnézést a hangomért, mert sajnos fáj a torkom. Most ilyen kis házat összedobok, amit talán a videóban még láttam. Aztán ennyi ez. És akkor egy ilyet. Még annyit, hogy a szarum új lett. Mondjuk gyemecs és stb. De ebben már nem menjünk bele. Így. És akkor ide mennek és egy ilyen kis ajtóskákat. Ajtó. És van egy ilyen Plagiarin Citizens 2, amúgy átkaptam olyat, hogy nem NPC neve, nem az előző videónál, hanem hogy Citizens Villager. Citizens, ezt gyorsan is lackolom, bár nem is értem, hogy minek. Úgyhogy fogja szerint is létszedni, mert most saját nullá vannak a szerverem. Kezdjünk is vele. Kell nekünk egy NPC Trojan, és a neve. Hát én most lerakom magamat. De mielőtt ez megtörténik, eddig is egy vágás, mert nem tudom, utána járok még valaminek. Addig is. Vagyok is. Nos, elsőre kijöjjük a házunkat. Majd kiadjuk ezt a parancsot, hogy per tematic szematic. Majd, hogy sove ce. Majd a házunk neve valami az. Ilyen pillanat. Addig is egy vágás, mert itt van terírtam. Na vagyok. Ez volt gondolom a baj. Na. Ja, igen. Hogyha kijöltük a házat, bocsánat, most is szétszólt vagyok. Ha kijöltétek ugye a házat, úgy, hogy én, ezzel be kell írni az, hogy per copy, és utána ezt kell beírni. Ezt elmenti. Most itt vagyunk a szerverünk mappájában. Itt kikeressük a plugin-t, majd itt alulról a word date-et, akinek fölül van. Bemegyünk a stamatics-ba. És itt van, amit mi csináltunk, hogy aranyház. Ezt másoljuk ki. Majd a plugin-oknál menjünk be, hogyha beraktuk a Citizens 2 plugin-t ezt. És ide egyszerűen rakjuk be. Láthatólag be is raktuk. Majd itt is vagyunk. Ha ez megvan. Lerakok most egy NPC-t. NPC Trial-t, és akkor per NPC Shared tesztjük be, és hogy ra itt builder, nem pedig, hogy builder load, és ugye arany az. Én most ezt a házat innen kitörlöm, de nektek nem muszáj. És hogyha ha baj van, akkor írjátok nyugodtan a kommentben. Ez a végén pedig ezt írjátok be, és akkor az NPC-nek és el annak a háznak, amit mi elkezdtünk építeni. Nézzük is meg. Ezt. Tök jól épít, és valaki is írta, hogy kész van, és látható ugyanaz a ház, minden tök ugyanaz rajta. Chestekből ugye, általában még a chestekből ugye azokat a dolgokat is berakja. Hát szerintem ennyi lett az idő. Gyémántot azért nem raktoltam, mert az alsó gyémántot nem másoltam ki.
Most még annyit erről a dologról, hogy haveromnak van egy háza, és azt is meg tudom építeni. Akkor van haverom. Rajt. Bújjön. Olyan. Bocsánat, szétszadok se lesz. Rajt. Bújjön. 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 Barnuka. 900. Bújjön. Bújjad, és neki is áll a barmikba, házának. De, hát igen, neki is áll háznak. Még majd kell egy... most ezt fogjuk nézni egyelőre. Szerintem igen, ezt fogjuk nézni, hogy hogy építi meg a házat. De gyorsítani szerintem fel fogom gyorsítani, addig is egy kis vágás. Amúgy meg elnézést, hogyha esetleg fújja a mikrofont. Amúgy hát most nincs is annyira felgyorsítva szerintem ez az NPC, szóval létrejövve, hogy felgyorsuljon. Na itt is vagyunk az NPC-nkkel, csak most mi is felgyorsultunk, úgy tűnik. Kivéve a hangom, mert ezt nagyon nem gyorsítom. Általában soha. Amúgy ez meg van a 900-nak a havalomnak a háza. Most egy gyorsan gondoltam, hogy megépítem. Az NPC általában furcsán épít, mint azt is láthatjuk. Igen, tényleg furcsán épít. Úgyhogy nem is nézed, és úgy hogy a napokat kicsit ijesztő. A plácsinról szerintem nagyon sokat tudni valót nem kell tudni, szerintem mindenki tudja, hogy kell berakni plácsint, aki meg esetleg nem, az írjon, és csinálok arról is egy külön videót. Hát, igen. Szóval addig is nézzük ezt a NPC-s dolgot.
meg elnézést azzal, hogyha az NPC-n általában teleportál, most az kisebb, akkor nem oda megy, hanem hogyha messze van valami, akkor megfelelő, és aztán csak úgy oda teleportál hozzá. Ott ez valami készítői hiba lehet, vagy plágyi hiba, mert mindezt láthatjuk, hogy amúgy ott van az NPC, és ide kell ütni, akkor egyből megfogja, és ide teleportál. Láthatjuk most is, hogy ide teleportált. Még annyit, hogy az NPC, hogy ezt nem muszáj csak ilyen ember NPC-vel, hanem ugye ezt az előző NPC-s videóban is láthattuk, át lehet változtatni ugye az NPC-nket méghozzá állattá. Szóval akár ezt még állat is meg is építheti. Továbbá, ha tudtok még plugin-okat, amiről készítünk még videót és hasznos és egyéb stb. Írjatok kommentet és nyom róla a videó. És köszönöm a 41. feliratkozót, és azt a 6000 valamennyi videó megtekintést, sose hittem, hogy ez valaha el fog egyetlen jönni. Szóval tényleg köszönöm ezeket nektek, és szinte mindentől kés veszem ezt a gyorsaságot. Nem vagyok is, kivettem a gyorsaságot. Hát ez meg hova teleportált át a kisfiam? Szeretem most valami az üvegtől akarsz majd izélni. Mondjuk ott is így összevetetek, hogy ez már tényleg egy ilyen jó kis ház lett, NPC-csikét is majd töröljük. És ugyanúgy berak mindent a chestbe, úgy ahogy van a haverom házánál. Hajszál pontosan úgy beraktam. Berak mindent, ágyat, mindent. Ez lehet, hogy valószínűleg túl fog menni az üvegen, attól félek. Ez nem lesz úgy túl szép mutatvány. Hát inkább töröm ezt az NPC-t. NPC remove. Kitöröltük az NPC-t, és láthatjátok, a házal is készült. További videókért nem mindegy. Iratkozzatok fel a csatornám, és azt, mint mondtam, ha akartok még jó kis plugin mutatókat, nyugodtan írjatok kommentben, hogy milyen pluginról videózzak. Remélem tetszett a videó. Iratkozz fel és lájkolj minket Facebookon. Iratkozz fel és lájkold a videókat. Reméljük tetszett a videó, és tovább nézni fogod. Sziasztok!